Addig pedig gyémántot kérem, jó, hogy jöjjön, és tegyen bizonyságot arról, amit az Úr elvégzett benne. Milyen jók ezek a bizonyságok, nem annyira felépítik az emberek hitét. Emlékszem, elmentem a gyógyítóiskolára Krisz pásztorékhoz, és rengeteg bizonyságot hallgattunk. Naponta szerintem 8-10 is, hogy felépítsék ezek az embereknek a hitét. Szeretettel köszöntelek, Gyémánt, mutatkozz be az embereknek. Rendben. Isten áldjon titeket, Vashegyi Gyémánt vagyok, 18,5 éves. 6 éves volt, amikor elkezdtünk ide járni a gyülekezetbe, és az anyukám is ebbe a gyülekezetbe jár, meg a nénikém, és az unokatestvérem is. Ez fantasztikus. Igen. És mindannyian szolgáljátok az Urat. Igen. Hogyha ez nem így lenne, anya úgyis beimádkozná. Az biztos. Azt mondta nekem egyszer az édesanyja, hogy addig imádkozik, amíg a lányából nagyon odaszánt edény nem lesz. Úgyhogy ez fantasztikus. És Viktória az ő édesanyja, és Dominika az ő nagynénye. És Dominikáért is Viktória több évig imádkozott, még bejött. Úgyhogy gyémánt, rengeteg imaanyag van benned, ez 100%, szerintem minden szülinapodban, minden vizsgádban és az életed egészében. Van egy közbenjáró biztosítva számodra. Nem is egy, ez fantasztikus. És csak úgy megsúgom, hogy gyémánnak sikeres középfokú szóbeli nyelvvizsgát tett, most derült ki. Úgyhogy a beszélgetésünkben mondtam neki, gyémánt, tedd az Urat az első helyre, és a kegyelem pedig fog dolgozni, érted? És a te tanulmányaid is sikeresek lesznek, ha az Urat teszed az első helyre. Igen. Hát, és ha már itt vagyok, akkor szeretném nektek elmondani ezt a bizonyságot, hogy hogyan történt ez a nyelvvizsga. Tehát, hogy én szeretném nektek elmondani, hogy Isten tényleg hűséges, hogyha oda teszitek őt az első helyre, akkor minden a javatokra fog válni. És hát én úgy álltam ehhez az egész angol dologhoz, hogy én úgy éreztem, hogy valami nem áll össze a fejemben. Tehát tudom külön a szavakat, csak mintha így külön ellennének így szeparálódva, és nem állna össze egy monológgá. És én úgy gondoltam, hogy velem valami baj van, hogy nem olyan beállítottság vagyok, hogy nekem soha nem lesz nyelvvizsgám. De hát ugye nekünk az iskola megköveteli, hogy legyen, és elkezdtünk rá felkészülni. És én tényleg nagyon, az egész családom, meg a közbenjárók is nagyon sokat imádkoztak ezért a nyelvvizsgáért, hogy meglegyen. És az utolsó időszakban, ebben a másfél hónapban nagyon nehéz volt az, hogy mindenhonnan azt kaptam, hogy ne menj el nyelvvizsgázni, mert lehet, hogy bezárják a nyelvvizsgolákat, ne kockáztass, ne menj el. De voltak olyan támogatóink, akik azt mondták, hogy menjek el, és Isten is azt mondta nekem is, milyen jó, hogy megtettem. És igaz az, hogy az utolsó másfél hónapban kezdtünk el anyával böjtölni és imádkozni minden hétfőn azért, hogy meglegyen az iskola, mert én olvastam az egyik könyvben, amit Krisz pásztor írt, hogy ne nyomogassunk ilyen piros gombokat, és amikor már tudjuk előre a dátumot, akkor ne kezdjünk el csak előtte egy pár órával imádkozni, hanem már szépen felépítve imádkozzunk, és akkor így gyűlt is az imaanyag. És jöttek oda hozzám a tanárok, hogy te biztos vagy benne, hogy meg akarod csinálni a nyelvvizsgát? Nem vagy túl buta hozzá? Most biztos a pénzt azt el akarjátok rá verni? És én mindenkinek azt mondtam, hogy én emberileg beletettem, amit tudok, a többit pedig Istenre bízom. És amit én beletettem, azt megcsináltam. És ez így is történt. És amikor kaptam a hírt, hogy 73%-osra sikerült, tehát csak te írtál keresztül, és te beszéltél, mert ez tényleg így volt. Ebben nem sok emberi volt. Ez nagyon, tényleg a kegyelemnek a nagyon magas foka meglátszott ezen. Halleluja! Fantasztikus! Krisztus értelme lakozik bennünk. Képzeljétek el, Kenneth Hagin, aki Krisz pásztornak is úgymond egyik szellemi papája, és sok tanítását tőle megtaláljuk az ő tanításaiban. Kenneth Hagin nagyon sokat ismerjük, de képzeljétek el, mielőtt meg nem tért, nagyon rossz tanuló volt.
de miután megtért, pedig osztály első lett. Mert Krisztus értelme kezdett lakozni. Álltak össze a fejébe, hogy Gyilmánt is mondta, természetes szinten ez az angol nem állt össze a fejembe. Amikor elkezd, akkor ő mindent összeállít. Minden tudás atya benne. Nincs számodra lehetetlen. Mesélj még nekünk, mit tett az Úr az életedben? Hát van még egy pár bizonyság, ami gyógyulással kapcsolatos. Olyan 13 éves korban bekerültem a kórházba azzal, hogy a vérnyomásom nagyon ingadozott. Tehát volt, hogy nagyon lent volt, és volt, hogy nagyon fent volt, és nagyon nehezen tudták belőni az orvosok még végül, és egy olyan gyógyszert kaptam, ami inkább leviszi, de hogyha nagyon alacsony volt, nyilván ez nem használt, nem volt célra vezető. És év, másfél év telhetett el így, hogy ha nem szedtem be a gyógyszert, akkor olyan pánik nehéz volt anyáig megnyugtatni és imádkozni, és ilyenkor majdnem 200 volt a vérnyomásom. Tehát még egyszer a pásztorunk elment egy külföldi szolgálatra, már nem tudom pontosan, hogy hova, de utána jött, és elkezdett értünk imádkozni. És rám tette a kezét, és ez azt hiszem májusban volt, vagy júniusnak a legelején, és akkor átadott egy olyan különleges kegyelmi ajándékot, hogy utána már csak azt vettem észre, hogy 3 nap telt el, és nem vettem be a gyógyszert. Eltelt még 1-2, de nem is gondoltam rá, hogy nekem bármit is be kellene szedni a vérnyomásomra. Te már anya volt olyan régebben, hogyha elfelejtettem bevenni, akkor én nagyon teljesen... És felfigyeltem arra, hogy egészséges vagyok a gyógyszerek nélkül. És azóta azt szeretném nektek mondani, hogy szerintem... van a világon az egyik legjobb vérnyomása, mert mindig ugyanazt és mindig pontos értéket mutat, és azóta teljesen egészséges vagyok. Viszont el szeretném nektek ehhez mondani, hogy van, amikor eddig már eltelt, hát egy olyan 3-3,5 év mióta nem szedem a gyógyszert, és eddig 3 alkalom volt, amikor a sátán próbálkozott és próbált volna visszajönni. De szeretném nektek mondani, hogy mind a 3 csatát megnyertem. Általában azokban a helyzetekben idegesít, nagyon felstresszel, és érzem, nem, ez nem így van, akkor nálunk van egy ilyen csapat, rendeztek, és mindenkinek kötelező rá elmenni, mert nyilván anélkül is beiratkozhatsz az iskolába, de vannak kötelező feladatok, amiket meg kell csinálni. És nagyon ijesztő volt. És a végére, miután végére értem a túrának, én annyira sírtam, anyáik nagyon messze voltak tőlem, fel kellett őket hívnom, és nagyon-nagyon-nagyon sírtam. És csak akkor is azt kiabáltam a telefonon, hogy anya, én nem veszem be a gyógyszert, nem veszem be a gyógyszert, nem veszem be, és meg is mondtam a sátának, hogy elhagysz engem, és nem fogom bevenni a gyógyszert, mert én már meggyógyultam. És egy pár hónapig még benne is volt a pénztárcámban, vagy a bérletemben biztonság kedvére egy gyógyszer, de ma már azt sem találtam. Nagyon fontos, hogy az Úr valamitől lesz ellentámadás. És sátán nem kérdőjelezni, tényleg te vagy Isten fia? Tényleg meggyógyultál? Tényleg már nincs szükség egy gyógyszerre? Tényleg már szabad vagy? Sátán meg fogja kérdőjelezni Istennek az igazságát, de ne engedd neki. Mert nagyobb az, aki benned van, mint a betegség, mint aki a világban van. És használd a hitnek a pajzsát, amivel kioldhatod az ördög minden tüzes nyilát, ahogy Gyilmánt is tette. Nyújts ki a hitedet ezekkel a nyilakkal szemben. Szeretnél-e még bármit bizonyságként elmondani? Van még. Vannak olyan alkalmak, amikor a pásztor azt mondja, hogy most mindenki profétálni. És ilyenkor, hogyha hallod, amit profétál, akkor meg tudod ragadni, és oda tudod, és el tudod sajátítani, és azt tudod mondani, hogy ez az enyém.
És volt egy ilyen alkalom, hogy én kiskoromtól kezdve nem igazán hallottam egyik fülemre se, de a jobb fülemre, hát egy nagyon-nagyon-nagyon magas százalékban, és mikor elmentem az orvosokhoz, meg voltak vizsgálatok, akkor mindig azt mondták, hogy ezzel kell kezdeni valamit. És egyébként így énekelni is sokkal nehezebb volt, hogy nem hallottam az egyik fülemre. És hogy úgy, és elkezdett profétálni, akkor mondtam, hogy ez az enyém, az én fogok gyógyulni. És utána vettem észre a napokban, hogy már nem beszélek olyan hangosan, mert aki nem hall jól a fülre, az kiabál, és nekem mindig mondták, hogy ne kiabálj. És már nem kérdeztem vissza, hogy tessék, mit mondtál? Nem kellett teljesen felvenni már nagyon hangosra a dolgokat, és akkor éreztem azt, hogy egy nagyon magas fokú fordulatszámot a fülem javult. És az egyetemen kell néha menni ilyen különböző szűrésekre, és akkor a két fél éves eredményem között majdnem 30%-ot javult a fülem, és azóta is sokkal, de sokkal-sokkal jobban hallok már mind a kettőre. Fantasztikus. Dicsőség az Úrnak. Ez fantasztikus bizonyság. Nekem emesse, amikor annak, mint neki is, és Rubennek is, fantasztikus énektanár, és Bencének is, képzeljük, hogy egy nagyon zsúfolt énektanár, nagyon híres. És egyetlen egy diákot vett fel ebben az évben, az Bence volt. És megkérdezte az igazgató, mi olyan különleges ebben a fiúban? Hát az, hogy a gyülekezetünkbe jár, és keresztjén és szolgálja az Urat. Szóval ez az a nagyon különleges, mert csípőből utasította vissza a nagyon tehetséges diákokat, Emese, de a Bencét, aki odaszánta az életét, őt felvette. Úgyhogy Emesénél már csak vagy olyanok vannak, akik evangelizálsz, és azt mondta nekem Emese, hogy nagyon sokat javult, amióta ez a csoda megtént. És mennyire jó, ami még nagyon fontos ezzel kapcsolatban, Tamás pásztor szokta mondani, Porubek pásztor, hogy ne vedd garantáltnak Isten kenetét, jelenlétét és a proféciákat. Tudod, hogyha nagyon sokat jársz ebbe a gyülekezetbe, vagy a képzésekre, természetesnek veheted. És akkor nem ragadod meg, mint gyémánt egy proféciát. És azt mondod, ez is egy átlagos vasárnap, ez is egy átlagos dicsőítés. Ez is csak egy átlagos leborulás. Ne vedd garantáltnak azt, hogy Isten prófétája a gyülekezetben van. Ne vedd garantáltnak, hogy Isten jelenléte megjelenik. Tiszteld a kenetet, és soha ne engedd meg magadnak egy alkalmon se. Vagy Isten jelenléteire viszonyulj, mert akkor nem kapod meg a csodádat. De gyémán tiszteld. Ragadta a kenetet, és megkapcsoláját. Gratulálok neked, Gyémán. Köszönjük szépen.